press start. Tiszteltel köszöntöm Önöket, a főcímben feltűnt fiatal emberek közül egyik sincs most itt a stúdióban műsorvezetőként, velem kell, hogy beérjék. Az év második kezdőkörének vendégei ezúttal is kiváló kollégák és pályatársak, Vakler Lajos, Beke Zsombor és Horog László. Szervusztok, köszöntelek benneteket a stúdióban. Hát vágjunk is a közepébe, és kezdjük a Vidivel, lassan azért folytatódik a bajnokság a Molfehérvár számára. Hogyan értékelnétek ezt a legutóbbi felkészülési mérkőzést, hiszen 2-0-ra verte Szabics Imre együttese a jó nevű Sturm Grácot, közben igazoltak egy osztrák középpályást is. Az őszi szezon nem feltétlenül sikerült úgy, ahogy azt reméltük, ahogy szerettük volna, de vajon mi lehet tavasszal? Két gólt szerzett a Vidi, a Kodro és Heister góljával. Túl sokat nem tudunk arról a meccsről a szöveges tudósítások kivételével. Mégis az utolsó két őszi bajnok itt a Mezőkövesdén és az MTK-ben megnyerték, ez okot adhat bizakodásra. Azon kívül tényleg, hogy kettőnről nyertek, jó lenne látni majd a csapatot, a nyilván ez is bekövetkezik. Hát lényegesen jobb tavasz kell, mint amilyen az ősz volt, az teljesen nyilvánvaló. Egyetértek. Abszolút, annál is inkább, mert én is csak azt olvastam, amit a mai sportban olvashattunk, hogy Grazban üdvözölték Szabics Imrét, ez még szép, hogy üdvözölték, hiszen egy legenda ott, ez az egyik rész. Az összeállításból nagyon sok mindent nem tudunk levonni, tehát nincs következtetés, és nem láthattuk a játékot sem, ez még nagyon az év eleje. De én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon várjuk már a tavaszt, annál is inkább, mert hogy az alap mindenképpen a kupaindulás kiharcolása. Tehát enélkül az egész év mehet a kukába, tehát teljesen mindegy, hogy hanyadik vagy, ha a kupában nem indulhatsz a következő esztendőben, akkor vége. Szerintem, és nyilván akkor a stábnak is, és át kell gondolni, hogy hogy lesz. Hát ez komoly sallói feladat, és természetesen a szakmai stáb feladata. Ha már sallói feladat, ugye még kíváncsi a várom, hogy milyen igazolásokat láthatunk még itt a télen. Ugye 5-6 játékos volt beígérve ősszel, most jött egy osztrák középpályás. Kodrónál ugye ki tudja, hogy visszahívják-e a spanyolok vagy nem, mert ugye jó formában játszik. Tehát csatár ügyileg még mindenképpen várnék igazolást, mert azért a Nikó sem lesz fiatalabb, bármennyire is szeretjük. Zibzi Várdze meg eléggé hullámzó formát mutat, és például Grazba el se utazott a csapattal. Jó kérdés, hogy ez jelente valamit, hogy most akár távozó félben van, vagy sem. Igen, Buduról megjelentek ilyen-olyan hírek. Hát Szabics Imre Fehérváron még nem legenda, vagy most momentán nem legenda, de vajon hát ennek a magasságnak közelébe férkőzhet-e szerintetek? Egyáltalán nyilván, ha már Lajos említetted, hogy a kupa szereplés kiharcolása az alap, nyilván azért Fehérváron egy bajnoki helyezés létezik, az első, azt a Ferencváros bitorolja. Vajon meg lehet-e szorongatni a Fradi Kisvárda Puskás tengelyt tavasszal? Amennyiben a Vidi nem lép dobogóra, azt szerintem menthetetlen a szezon. Még egy kupa győzelemmel sem biztos, hogy, mert volt már ilyen, hogy kupa győzelem és bronzérem, az elfogadható. Annak idején a Gál László vezette videóton érte ezt el. Én úgy gondolom, hogy Saló István most kivár. Tehát ő megörökölt egy helyzetet, és nem akart rögtön drasztikus lépésekbe bonyolódni. De hogyha olyan lesz mondjuk a tavaszi idénykezdet, amilyen az ősz közepe volt, akkor a kérdés az, hogy mi a következő lépés. Akkor már játékosokat cserélni nem lehet. Tehát én nagyon bízom benne, hogy a csapat elkezd nyerni, mert mondom, az utolsó két meccs az nem volt egy rossz sorsolás. Tehát a Mezőkövesd ugyan jó szerepel, stabil középcsapat, de az MTK-t nyilván meg kellett verni. Itt én úgy gondolom, hogy be kell kezdeni, és aztán el kell indulni a tabellán felfelé, mert az menthetetlen, hogyha ez a csapat nem lép dobogóra, ebben van Lajosnak abszolút igaza.
És hát nem megyünk ki a nemzetközi poronra, tehát azért tudni kell, hogy a Fradinak a költségvetése picivel nagyobb, többet is költenek, utána a Vidi jön, és aztán a Puskás következik, és az összes többi klub mélyen lefele. Tehát a jelenlegi helyezés tulajdonképpen az anyagi lehetőségek fényében, ha nem is méltatlan, de nehezen magyarázható, úgyhogy én is roppant optimista vagyok a folytatást illetően. Ugyanezt tartom, mint Laci, ahogy mondta, hiszen nem is a költségvetés okán, a Fradi szerintem ebben az esztendőben simán behúzza a bajnoki címet, nem lehet, nincs kétségem felőle. Ugyanakkor mondod, Fradi lesz a bajnok? A Fradi minden poszton jobb, mint a riválisok, én úgy gondolom. Tehát két bevethető ember, amikor megtehetik, hogy egy Besicset és Marint mondjuk igazolnak a kispadra, hiszen láthatóan odaigazoltak, a nemzetközi kupában nem bevethetőek, akkor azt mondom, hogy ott azért a lehetőségek olyanok, amit a többi klub nem engedhet meg magának. Igen, és akkor hadd tegyem hozzá, hogy amit az imént mondtam, hogy rendben van, nehéz volt az évkezdet a Szabit csapat számára, mármint a szakmai stáb számára, viszont most már nincs mentség. Tehát egyértelmű, hogy a Sallói igazolásai helyek közel beváltak, gondoljunk Makarenkóra, stb. Azért Kodróra, tehát remek igazolások. Én egy kicsit többet vártam a fiataloktól, de nyilván a Csobot Kevin se kapott túlságosan sok játék lehetőséget, viszont a többieknek is azért most már meg kell harcolni a csapattagságért, ezt remélem, hogy ez motiválja őket. Én arra leszek kíváncsi, hogyha netán, ahogy a Laci említette, a tavaszi szezonra nem sikerül, mert úgy, ahogy azt eltervezik Fehérváron, akkor Sallói lép-e, és mondjuk a Szabics állásába kerülhet-e, azt mondjuk az első 5-6 fordulóba beragad a csapat, és akár mondjuk egy negyedik-ötödik helyig tényleg visszacsúszik. Mert akkor tényleg már nincs mentség. Azt szerintetek befolyásolhatja a csapat egységet, hogy a Vidi nem tudott elutazni a spanyolországi edzőtáborba, vagy egyébként a Ferencváros sem, tehát csak a Puskás és a Diós Győr tudott megjelenni Dél-Spanyolországban. De hát nyilván, amikor össze van zárva a csapat, akkor talán jobban csiszolódik össze, komolyabb kohézió alakul ki, amit nyilván rövid távon is akár már apró pénzre lehet váltani. Csak itt tudott Sóstón edzeni a csapat, már aki tudott, vagy volt lehetősége negatív teszt birtokában. Jelentett ez bármit a folytatásra? Kimentek termécsátorban, és én Sallói tényleg 30 éve ismerem, és én felhívtam, hogy amennyiben szombaton megy csak a meccse, akkor nagyon nem volt más elfoglaltságom, azt végül elmentem kézilabda meccse Siófokra. Én felhívtam, hogy én szívesen elmennék vele, ugyan kiment a kommuniké, hogy néző ne menjen, a szurkolók ne kísérjék el a csapatot, de aztán Sallói írta, hogy pénteken kimegy a csapattal, és velük is érkezik, tehát nem tudok kimenni, egyedül nyilván nem vágtam neki. Ez nekem is jó lett volna, hogy megnézzem a csapatot, de pillanatnyilag ezt az ötletet találták. Érdekesek ezek az edzőtáborok, hogy volt, aki ki tudott menni, volt, aki nem. Ez biztos, hogy a környezetváltozás jót tesz, de tényleg itt ez a Covid-sztori, ez befolyásol mindent. Tavaly is a Vidi nem véletlenül ment csak Horvátországba, külügyminisztériumi különengedélyekkel, hogy a repülős utat nem kockáztatták, és az volt akkor az egyesség, hogy amennyiben pozitív pluszos valaki, akkor egy személyautó elindul, hermetikusan lezárva áthozza a határon, és itt folytatódik a gyógykezelés, a csapat pedig folytatja a felkészülést. Tehát érdekes, hogy ahogy egy összeállítást bármilyen sportágban most gyakorlatilag az orvos dönti el, hogy mi a kezdő csapat, itt a futballban is különösen befolyásoló tényező. Biztos, hogy jót tett volna a csapatnak, de én úgy gondolom, hogy itt is megfelelnek a körülmények, tehát azt nem gondolom, hogy bármelyik csapat hivatkozhat majd arra, hogy mennyi volt a pandémiás fertőzött a tavasszal a szezon kezdéskor. Én is ezt mondom, rövidre zárom, a koronavírus járvány egyetlen csapatot sem kímél. Nagyon sokan nem utaztak el, tehát ez nem hivatkozási alap, hogy most a közösséget nem sikerült megerősítenünk egy kéthetes edzőtáborral. Azt viszont sanszosnak tartom, hogy Kodróhoz azért igyekeznek nagyon ragaszkodni, mert ha ő elmegy, akkor kirúgja a gólokat. Hát ez egy jó kérdés. Én valahogy azt érzem, hogy a Kodró helye biztos, és se a Nikolic és se a Zivzivádzénak nem találja Szabics a helyét. De akár ezt lehet mondani a Dárdai, kis Dárdaira is, mert ő is hol játszik a szélen, hol ilyen árnyékcsatárt játszik. Szóval tényleg, ha Kodró elmenne, akkor itt elég nagy gond lenne, vagy lehet, hogy régi Nikolicsot látnánk. Én azt is el tudom képzelni, mert akkor nyilván ő lenne ott az égpozícióba, akár kicsit igazítani a játékon hozzá, mert ugye ezt a 4-4-2-t játszik most nagyjából a Vidi azért ősszel, ezt az alapfelállást, abban nem igazán találja a Nikó a helyét. Tehát lehet, hogy ha Kodró elmenne, itt lenne Nikó, de szerintem jobb, ha mindketten itt vannak. Az a biztos.
Nyilván minden megoldás érdekli a szurkolókat, meg minket is, csak menjen a csapatnak. De azért itthon elég acélos volt az ősz. Tehát azt nem mondhatjuk, hogy bár itt se volt a nagy hengerlés, de azért, hogyha összevetjük, az egyik legjobb, hanem a legjobb mérleggel rendelkeztünk itthon össze. Igen, ám csak, hogy ne feledjük, hogy 12 csapatos bajnokságban is ugyanannyi meccs van idegenben, és ha te az élen szeretnél végezni, már pedig ugye az volt az alap, hogy a bajnokságot célozzuk meg, de a dobogóhoz is az kell, hogy idegenben gyűjtsd a pontokat. És a győzelmekkel, tehát az X nem elég ebben a három pontos rendszerben. Az pedig hiányzik. Hát, ha már itt szóba került a Vidi kapcsán is, bár nyilván ez minden téma kapcsán szóba kerül a koronavírus, akkor menjünk tovább a Volánnal, a Hokisokkal. Ugye éppen a legutóbbi bajnoki mérkőzést is elhalasztották, a Bolzano elleni hazai derbit, és ez már nem az első, tehát az osztrák bázis jégkorong ligában egyre inkább felütötte a fejét. A Covid sajnos ismételten, bár most nincsen olyan nagy teljes szünet, de hát mégiscsak kerülnek elhalasztásra mérkőzések. Ráadásul ugye nyakunkon a Magyar Kupa, ami abból a szempontból is érdekes, hogy ezen azért nem egy edző elcsúszott itt Fehérváron. Emlékezzünk csak a Ferencvárostól elszenvedett 6-3-as vereségre. A szezon előtti tájékoztatón, sajtótájékoztatón azért ez ki lett jelentve a nagy nyilvánosság előtt, hogy a Magyar Kupát meg kell nyernie az AV19-nek. Na de így, hogy kicsit elfogyott a csapat a pozitív tesztek miatt? Hát az, hogy Magyar Kupa a jövő hétvégi, vagy a hétvégi döntő megrendezése kerül, azt szerintem senki nem tudja. Tehát az MIS-ben, a Hidrófehérvár AV19-nél, az orvosi stábnál, a játékos keretben, ott mindenki csak találgat. Nyilván jó lenne, ha megrendeznék egyrészt egy hétvégi fehérvári esemény, de az biztos, hogy ha a Covid most valóban veszélyeztet egy hétvégi eseményt, akkor ez esetben ez az iskola példája annak. Így van, az Omikron függő teljes egészében, és szerintem semmi gond, ha ezt elhalasztják, tehát ez nem úgy van, mint a bajnokságban, hogy majd a futballban, hogy 3-0 a tiéd, stb., hiszen itt ez minden csapat érdeke. És ha megnézzük most, hogy az elmúlt hétvégén a magyar csapatok szereplését, látjuk, hogy jó néhány csapat három sorral állt ki, vagy még annyival sem, ráadásul fiatalokat vetettek be, és itt nem bravúrra kell, hogy menjen, hogy a fiatalok miként tudják pótolni, helyettesíteni a covidosokat, hanem ennek valóban rangja van a Magyar Kupának, hiszen nyilvánvaló, hogy ugyanúgy gondol erre a Magyar Kupára a Fradi, a Mac, stb. Tehát akkor inkább ne rendezzék meg. Hát itt csak a pótlása kérdéses, mert ugye a hivatalos kommunikáció szerint nagyon nehezen találtak időpontot erre a Magyar Kupára, ugye az Osztrák Liga és az Erste Liga összeegyeztetősége miatt. Tehát hogyha nem most, akkor mikor rendezik meg, mert ugye az Osztrák Liga mérkőzése is csúsznak, mert nem csak a Volánnál van baj. Tehát volt az, amikor még az előző Covid-ban a két hete a első pozitív tesztek voltak a Fehérvárnál, ott is aznap 2 darab mérkőzést rendeztek a ligában, mert az összes többi elmaradt. Tehát, hogy ennyi mérkőzést az Osztrák Liga mikor fog tudni pótolni, hogy ne csusszon az egész menetrend tovább mondjuk tavaszra. És hogy ott aztán remélhetőleg jönnek a világbajnokságok, akár ami minket érint, akár ami nem. Szóval itt az is jó kérdés, hogy ha nem most, akkor mikor rendezik a Magyar Kupát. Tavaly is elment a szezon végéig, ebbe bukott bele aztán a finn edző, aki úgy gondolta, hogy erre már sok szükség nincs, meg egyáltalán minek. Ennek hangot is adott az öltözőben, később a szerződésbontáshoz ez egy jó opció volt a vezérkarnak, hogy nem olyan volt a csapat felkészítése, illetve a tréner hozzáállása. Két heteket valóban csúsznak, ahogy május 5-én szokott kezdődni az A-csoportos, és április 18-20 körül a mi divízió együnk, kvázi a B-csoport. Ez most valóban tolódik, hiszen mi kezdünk májusba, és később kezdődik az elit az A-csoport. Vagy ezt a Magyar Kupa döntőt megrendezik augusztus 20-án, mondjuk a tényleges szezon kezdés előtt.
Ebben nem látok akkora veszélyt. Az biztos, hogy annak viszont van valódi rizikója, hogy ez most nem kerül megrendezésre, ez a Magyar Kupa. Itt valóban az a nehéz, hogy több versenysorozatban érdekeltek ezek az együttesek, és hogy valóban olyan menetrend, ami jó az osztrák bázisú ligának, jó a magyar bázisú Erste ligának, tehát ez valóban nem egyszerű, de nyilván a legegyszerűbb az lenne, hogyha hétvégén erre sor kerülne, tehát ház előtt, ez lenne mindenki számára a tökéletes megoldás. Csapat teljesítményéből egyébként a bajnokságban milyen konzekvenciát vontok le? Hát eddig jó. Ugye egy-két fordulót leszámítva nem volt olyan pozícióban volán, ami a dobogónál rosszabb lett volna idén. Viszont azt is látni kell, hogy mondjuk zsinórban egy-két vereség, akár itt megfogyatkozva, mert hogy muszáj lesz játszani, vagy ugye 14 plusz 2-t kell azt hiszem kiállítani, és akkor már ki kell állni a mérkőzésre. Szóval itt az a kérdés, hogyha itt megfogyatkozva kell játszani a volának, akkor tudja ezt a pozíciót tartani. Mert ugye a második helyezettet és a 8-9. helyezettet alig pár pont választja el. De nagyon szoros a mezőny. Egy-két győzelem vereség, és akkor rögtön már a rájátszáson kívül a csapat. Így van, a sérültek most már felépültek. Én bizakodó vagyok, hogy odafigyelnek a koronavírus járványra is, tehát nem lesz megint kieső. Csak így érhető el. Tehát szerintem a dobogó, tehát a négy között az a realitás. És hát reméljük ezzel együtt, hogy azért a rájátszásban jobban fog menni a szekér, mert az csúnya felsülés volt az előző szezonban a vége. Hát volt egy időszakos csapat, vezette is a tabellát, az más kérdés, hogy akkor voltak olyan osztrák riválisok, akik 3-4 meccsel kevesebbet játszottak, és aztán ahogy ők kezdtek kiegyenesedni, a Salzburg mindig még igazol a végén, és aztán én is azt hittem tavaly, hogy egy elképesztő szezon lesz, hogy végre bejut a csapatomba 4-be, ami korábban nem sikerült, de aztán a folytatásban nem is nyert meccset, tehát sőt, volt sem nagyon lőtt. Én most éreztem egy másfél-két hónappal ezelőtt, hogy ez a csapat valóban alkalmas lehet a négy közjutásra, azt azóta jöttek vereségek, győzelmek is. Ez nagyon nehéz, mert nem ismerjük az osztrák riválisok gondolatait, az anyagi lehetőségeiket sem, és a végén ők még azért bele szoktak nyúlni a pénztárcába, és amíg lehetőségük van, akkor igazolnak olyan játékosokat, akik alkalmasak meccsek eldöntésére. Menjünk tovább egy abszolút jó hírrel, hiszen az Albafehérvár, ha lehet azt mondani, nem tudom mennyire értetek ebben egyet, de gálázott a Pécs ellen, és a legutóbbi hazai bajnokén ugye 100 pont fölé jutott, és egy egész jó, viszonylag kiegyensúlyozott teljesítménnyel győzelmet aratott. Hát most azokat az időket éljük, amikor, hogyha Pécset így nagyon legyőzzük, az nagyon jó hír. Nyilván egyébként ez korábban alapnak számított, de most meg kell teremteni azt az alapot a későbbi nagyobb sikerekhez, ami szükséges. Hát gondoltátok volna a nyírségi brutális kudarc után, ahol egyébként a 10 körméről leszette a társaságot Matthias Zollner, hogy ez így fog sikerülni ez a hazai meccs? Én szörnyűségként éltem meg. Tehát, hogy 60 pont különbség legyen két mérkőzés között, ugyanabban az összeállításban, ugyanazzal a szerkezettel, ugyanazzal a taktikával, helyjel közzel, nyilvánvaló, hogy azért más a helyzet Nyíregyházán, meg más volt a Pécs ellen. Én már azt gondoltam, és jó néhány szurkoló is megosztotta velem ezt a gondolatát, hogy a Zollner ellen játszanak, egyértelmű. Másrészt az a kifakadása az teljesen jogos volt. Tehát az szégyen teljes volt, maradjunk ennyiben. Összefoglalót láttam csak, de ennek ellenére nagyon nem véletlenül mondta Pongó Marcell, hogy nem is érti, hogy mi történt azon a mérkőzésen, és valóban, mintha az edzőbuktató meccs lett volna. De hát nyilván ez nem ilyen egyszerű. Az, hogy most nyertek a Pécs ellen még hozzá egy gálajátékkal, az egy dolog. Tehát nekünk a tabellát kell figyelni, mert ugyanúgy, ahogy a Laci az imént elmondta a jégkorong tabellát, hogy mennyire csalóka bizonyos értelemben, azért nem a hátralévő fordulóktól nagyon függ, hogy ez a csapat hova ér oda, mert ha csak 5.-6. leszel, és a 4-be simán be lehet kerülni, tehát én azt mondom, hogy a Falko és a Szolnok után ott bármi lehet. De azt el kéne érni, mert különben vége. Nekem az a az a bántó, hogy egy nagyon kétarcú csapat az idei Albafehérvár is. És az, hogy az edző nem egy alkalommal elmondta, hogy a mentalitással van gond, ez azért a jövőre nézve nem feltétlenül pozitív. És hát reménykedjük, hogy ez a Pécs elleni győzelem, ez lendületet ad mind mentálisan a társaságnak.
De nem mondom nekem ez az, hogy nem is egyszer elmondta az edző, hogy mentális és hozzáállási probléma van a csapattal, nekem ez azért ez kicsit borús jövőképet fest. Mi lehet az indok arra, hogyha mondjuk edzőt akar buktatni a gárda? Mi lehet a baj Zollnerrel a játékosok szerint? Ha nyilván ez feltételezik. Egy elég érdekes személyiségű úriemberről beszélünk, viszont tud nyerni. Tehát alkalmas arra, amire Dejan Mihevc egy sokkal simulékonyabb és kedvesebb ember volt, viszont meccs szituációkban nem tudott olyan döntéseket hozni, ami győzelemhez vezetett volna. Ezzel szemben Zollner kicsit smirgli a stílus, de ő tud váltani meccs közben is, és én is valóban, hogyha nem lett volna nem sokkal korábban egy edzőcsere, nem lett volna az a nagyszerű játékkal a győzelem a Falco ellen, én is úgy gondoltam volna, hogy itt valami nem kerek. De aztán a Pécs elleni meccs az ellenkezőjét igazolta, ott valóban tudtak küzdeni, és egy nem túl jó csapattal találkoztunk. Ezek fényében érdekes, hogy 26 pontról ez a Pécs meg tudta verni 3 hónappal korábban az Albát, ami alig volt hihető. Egy nem túl erős csapattal találkoztunk, és néztem a sorsolást. Nyerhető meccsek jönnek. Nem véletlenül mondta a meccs után Lukás Norbert, illetőleg Vojvoda Dávid is, hogy egyértelműen a cél a felsőház. Tehát a csapat most 8. 5-be kell lenni ahhoz, hogy abszolút nyugodt kora tavaszunk legyen, mert valóban nem mindegy, hogy a középső házból kell feljönni, és feljössz a 7.-8. helyre, és onnan dobogósnak lenni nagyon nehéz. Tehát az a csapat, aki volt arra például, hogy a 6. helyről a Körment bajnok lett, de ott megjött egy német isti, a Benetton Trevisóból, aki BL meccseken edződött, illetve Euroligán akkoriban, akkor jött egy Toromen nevű amerikai, és igazoltak még valakit, akinek a neve nem ugrik be. Mindenesetre a 6. helyről megcsinálta már csapat, hogy bajnok lett, de ott olyan beavatkozások történtek, és ott minden stimmelt. Itt nem gondolom, hogy ilyen szintű igazolásokba az Alba bele tud bonyolódni. Feltétlenül a 4.-5. helyen legalább, de a bronzes helyen, hogyha várjuk a playoffot, akkor onnan azért a 8-ből a 4-ben nem különösebb probléma, ott kell egy bravúr, és a döntőben tényleg már bármi lehet, de az alsóházból nagyon nehéz eljutni azokhoz a célokhoz, amiket a nyáron megfogalmaztak, és az elmúlt 3 év sikertelenségéd után most már azért meg is érdemelni a közönség is, és mindenki, aki tényleg szereti Fehérváron, illetve a megyébe a kosárlabdát. Ja. Ez egy remek forgatókönyv egyébként a tiéd, legyen így. Köszönöm, Lajos. 3 dolog tűnt fel ezen a mérkőzésen. Az egyik, Lukács Norbert egészen pazarul játszott. A másik, hogy gyakorlatilag majdnem mindenki pontot szerzett, majdnem még Kass Balázs is, aki az utolsó, nem tudom, 40 másodpercre kapott lehetőséget. Viszont a lett srác egy másodpercet nem volt a parketten. Pedig ő azért egy nem rossz játékos, és azért megkapta. De már a kezdőtösbe bele volt nyúlva, tehát se a Vojvoda nem kezdett, ha jól emlékszem. Vojvoda nem kezdett, mert legutóbb sem. Klasszikus irányító nélkül álltunk fel. Szokásoktól eltérő szállítással kezdett az Alba. Laksár hétfőn kapott oltást, ilyenkor a protokoll szerint 2 napot elvileg pihentető üzemmódban kell lennie. Csütörtökön edzett a csapata. Az biztos, hogy ettől függetlenül mióta az új edző szerepel, azóta változott a szerepköre a csapatban. Tehát bizony biztos, hogy kevéssé él, mint Mihevc kapcsán. Nagyon jó játékosról beszélünk, és én biztos vagyok benne, hogy fog játszani, ha olyan állapotban van. De ez most valóban nekem is furcsa volt, hogy Faka Adéről tudtuk, hogy a combizom sérülése miatt ő nem fog játszani, de Laksát én is vártam, hogy jön, és nem jött. És aztán mondjuk a meccs se indokolta a beavatkozást, de én úgy gondolom, hogy ő fog játszani az elkövetkező mérkőzéseken. Menjünk tovább a női kézisekkel, maradjunk az Alba vonalán. Hát nyilván a Vác nem a verhető ellenfelek közé tartozik az Alba Fehérvár KC számára, hiszen ott vannak a nemzetközi kupaporondon az Európa Ligában, de azért ez egy picit erős volt, főleg az első fél idő, ahol gyakorlatilag a Vác olyan szinten átment az Alba Fehérvár KC-n, hogy olyat ritkán lehet látni. Ugye koronavírus fertőzések voltak a csapatban, sérülések, tehát Boris Dvorsek vezetőedző dolgát sok minden körülmény megnehezítette, de talán, sőt, biztos vagyok benne, ő is egyetértett abban, hogy ez azért a létsz alatt volt nagyon ez a teljesítmény. Szerintetek milyen összetevői
lehettek ennek a kudarcnak? Én nem véletlenül fintorogtam, mert azért, ha megnézzük ezt a magyar bajnokságot, ugye van két abszolút élcsapat, utána Debrecen, Moson-Magyaróvár a következő kettő, és utána verhető mindenki, mondom én. Ennek ellenére már felvetődött, itt baráti társaságban erről beszélgettünk, hogy bizony komolyan fenyeget a kiesés veszélye bennünket. És nem is kicsit. Annál is inkább, mert hogy valahogy nincs kohézió a csapatrészek között, mármint abban az értelemben, hogy ahogy felállunk, és egyszerűen szörnyű a védekezésünk, tehát nem is értem. Úgyhogy itt ez szakmai kérdés mindenképpen, ebben nem hiszem, hogy bele tudnék nyúlni, vagy tanácsot adni, vagy hogyan legyen, de én, hát ez negatív hangvétel részemről is, mert hogy de nem váltaná? Értem. Én biztos, hogy váltanék edzőt idejében, mert mondom, aki azt mondta, és érvekkel támasztotta alá, hogy akár kiesés is lett a vége, az meg szörnyű lenne nekünk. Ja, 37-29 lett ennek a mérkőzésnek a vége, annyit azért mondjunk el a lányok védelmére, hogy a második fél időben az egy góllal többet dobtak, mint a Vác, de hát nyilván ekkor azért a Dunapartiak már azért elengedték a gyeplőt. Laci, te hogy érted meg ezt a... Hát aztán volt 14-4 is. Hogyne. 15-5-re biztosan emlékszem. Hát nem domináltunk, az biztos, hogy a megkérdezés különösen. Igen. Meccs után ott az edző beszélgetett az elnökkel, és elmondta, hogy milyen nehézségekkel küzdöttek, hogy volt, aki egy vagy két edzés után. De az biztos, hogy ez a Vác minden poszton legalább olyan jó, de inkább úgy gondolom, hogy jobb játékosokkal rendelkezik. Például a Kácsor játékára különösen kíváncsi voltam, mert de és volt például 7 évvel ezelőtt, amikor elődöntőig meneteltünk az AHF kupában, és ott nyertünk Vácot, ott akkor volt 14 éves a Hámori Consuela, és félelmetesen tehetségesnek gondoltam, én biztosra vettem, hogy stabil válogatott, és aztán mások lettek, de Vácot ott valami miatt ott nagyon jól megy az építkezés, nagyon fiatal csapat, de láthatóan egységesek, és rendben volt minden csapat rész. Ez biztos, hogy a Covid itt ezt a meccset meggyőződésem, hogy befolyásolta, de ez a differencia az valóban túlzó volt. Tehát úgy gondolom, hogy ennél szorosabb meccset kellett volna játszanunk. Nagyon érdekes lesz szombaton a Siófok-Fehérvár, különösen azok fényében, hogy ők egy góllal kaptak ki attól a Debrecentől, és fél időben még vezetett a Siófok, illetőleg a fel idő végelőtt volt 9-6 is, egy nagyon jó meccs volt. Ott például Vámos Petrát néztem különösen, hogy vidéken is találnak olyan, ha nem is gyémátokat, de roppant tehetségesek, itt mondom, Kácsor különösen. Tehát, és a Vázban voltak még olyan játékosok, akik úgy gondolom, hogy nem véletlen az a csapat nemzetközi kupa szereplő. Sok mindenre választott az a siófokai meccs, aztán a folytatás is. Az biztos, hogy nem lesz egy könnyű szezon. Én úgy gondolom, hogy kiesni ez a csapat nem fog, sőt biztosra veszem, hogy nem fog, mert vannak gyengébbek nálunk. Az más kérdés, hogy mondom, az eddigi produkció az nehezen fogható, illetve nehezen védhető valóban. Nyilván azért ami a mentális állapotot illeti, azt azért, vagy az azért nyilván befolyásolta a csapatot, hogy ugye Debrecenben nem is tudtak Debrecen ellen kiállni, és hát egy elég gyors döntéssel, ugye 10-0-val az ellenfélnek igazolták, tehát így indult az év a lányoknak, és akkor most azért egy valamivel erősebb ellenfél ellen, hát nem feltétlenül optimális körülmények között felkészülve, mindjárt beleszaladtak a késbe, de hát Siófok, és aztán Moson-Magyaróvár, na az se egy könnyű kategória az a csapat, aztán itthon fogadjuk majd a Vasast február közepe felé. Az a meccs fog az nagyon sok mindenről dönteni. Mint ahogy tavaly is a nyugodt bennmaradást, végül is a Moson-Magyaróvári győzelem. Az akkori Moson-Magyaróvár azt hiszem 14 meccse volt veretlen. Egyértelmű volt, hogy kupaszereplő és biztos dobogós, de mindenáron nyerni akartak ott. Egy nagyszerű játékkal nyert a Józsa Krisztián által irányított Fehérvár. Ott az a csapat azért maradt benn végül is különösebb gond nélkül nyugodtan, mert idegenben csinált bravúrokat. És ezek most már itt az ideje ezeknek a bravúroknak, amiket még egyelőre nem látunk, de az biztos, hogy például a Vasas elleni nyitóvereség volt, az egészen alig hihető, hogy ilyen megtörténhet. Körülbelül az a nagyság, amikor a Videóton kikap attól a tök utolsó Újpestől, aki ráadásul emberhátrányban játszik, és 75 percet emberhátrányban. Tehát az újat Vasas ellen azt nem lehet megmagyarázni, és aztán utána volt győzelem, azt hiszem a Kisvárda ellen itthon. Igen, voltak az első nagy diadal, igen. Voltak az a 34-33, az egy gólos a
kiegyensúlyozott végjátékban, de az biztos, hogy itthon feltétlenül el kell kezdeni nyerni, a tabellán mögöttünk helyezkedő, nincs sok ilyen csapat ellen, meg idegenben is kell a esélyesebbnek vélt csapatot megverni ahhoz, hogy tényleg nyugodt tavaszunk legyen. Mondjuk egyébként ez a Vasas két góllal vert a Gohászt most a hétvégén, szóval az vannak váratlan eredmények, tehát kétségkívül furcsák, csak várom azt, hogy nekünk is legyen már olyan eredmény, amire hogy tényleg felkapjuk a fejünket pozitív értelemben, mint ahogy volt a kosarasoknál ez a Falko elleni diadal. Tehát ez egy ilyen győzelemnek át kell lendíteni a holtponton a csapatot, az biztos. Menjünk tovább a férfi kézilabda Európa bajnoksággal, amely ugye hazai környezetben zajlik, és túl vagyunk már kettő mérkőzésen. Ugye a hollandokat nem sikerült a nyitányon lelépni, 3 góllal alul maradtunk, de aztán a portugálokat egy szoros meccsen 1 góllal legyőztük, és így várjuk a harmadik mérkőzést a csoportban. Számotokra mennyire volt hideg zuhany ez az első mérkőzésen történt vereség? Hogy látjátok a srácok szereplését? Én idegroncs lettem. Megmondom, és tegnap is az voltam. És örülök, hogy a 4 szövetségi kapitányból már most bejelentkezett Lékai is, hiszen egy ilyen kulcspillanatban, ha elmondja az akciót, akkor az, és ez bejön, akkor az már nagyon-nagyon jó. Az első meccs a szörnyű volt. Nem is értem. De az látszik, hogy ugye úgy mentünk oda, hogy 20 mérkőzés, 20 győzelem. És én azt láttam, hogy egy pillanatig nincs esélyünk. Sajnos. És hát lerágtuk a körmünket tegnap, ami még mindig nem elég, hiszen még nem tudjuk, hogy mennyivel kell nyerni adott esetben az eredmények függvényében, hogy bejussunk. Úgyhogy én azt mondom, hogy lehetünk dobogósok, nagyon messze és nagyon nagyot álmodom, de ki is eshetünk simán. De nem kell sokat visszamennünk az időben, ahhoz, hogy kézzelfoghatóan megérezzük azt, hogy egy magyar válogatott számára mit jelent a hazai pálya, a hazai környezet. Versenyképesek tudtunk lenni a labdarúgó EB-n egy ideig Portugáliával, Franciaországgal egyértelműen, és még ez a lendület Münchenben is vitte a csapatot. És szerintem sokan, én is ebből indultam ki, mert miért ne, hiszen komoly támogatottsága van a csapatnak a Népligetben is, és mégis le kell rágnunk a körmünket, és nem megy olyan flottul ez a dolog. Én néha azt veszem észre, hogy persze vannak pozitív példák, de nem mindig előny a magyar válogatottnak, vagy egy magyar csapatnak a nagyon nagy támogatottság. Emlékszem például a 2-3 évvel ezelőtt, ugye a hazai jégkorong világbajnokság volt, ahol az utolsó meccsen végül nem jutottunk föl, de ott ugye igazából a körbeverések miatt volt reális esélyünk a feljutásra. És ott is nagyon rezgett a léc, hogy most volt egy mérkőzés, ahol azt elveszítettük volna, akkor lehet, hogy ki is esünk hazai pályán. De például én emlékszem arra Mihelis Norbira, aki ugye azóta már VTCR világbajnok, amikor először a Hungaroringen versenyzett több 10 000 ember előtt, a világ legnagyobb hülyeségét csinálta meg az első kanyarban, és totálkára törte a BMW-t. Tehát, hogy nem biztos, hogy mindig előny a hazai pálya. Nyilván itt a foci kapcsán az utóbbi években a pozitív példa jön, hogy tényleg hatalmas támogatottsággal, hatalmas szívvel, magyar szívvel bravúrokat lehet elérni. És lehet, hogy itt a hollandok ellen talán ezt nem tudták kezelni a játékosok, hogy ott van tényleg több, mint vagy 20 000 ember, akik nekik szurkolnak. Nagy nyomás volt, és viszont tegnap meg lehet, hogy pont ez jelentette a pluszt, amivel a végén nyertek. Az első meccset megnéztem a helyszínen, az valóban érdekes volt, olyan érzéseim voltak, hogy ami 5 éve is hihetetlen volt, hogy egy kölni Final Four-on, illetőleg Belgrádban a kézilabda VB-n találkoztam ezzel, hogy 20 000 ember, és őrületes hangulat. Ez elképzelhető, hogy nyomasztó lakhatott, hiszen bár itt ezek a játékosok játszottak azért 10-11 000 néző előtt Kielbe, meg jó néhány helyen, de az biztos, hogy az első meccsből az maradt meg, hogy milyen volt, és mondom, nagyon szép volt a csarnok. Tehát egy pillanatig tényleg nem volt esélyünk, és olyan érzéseim voltak, hogy tehát a Mikler nem találkozott labdával, Székely nagyon jól jött be, óriási bravúrokat csinált, életbe tartott bennünket, de az a pici plusz hiányzott. Ott is például az irányító, a Stein, illetőleg a balkezes lő, a Smith, ezek
bizonyos posztokon, tehát úgy gondolom, jobb játékosaik voltak, mint amik nekünk. És ez nagyon csalóka, hogy van egy nagyon komoly utánpótlás nevelő programja a hollandoknak, de bajnokságuk nincs. Hete játszanak a Bundesligába, játszik egy játékos Belgiumba, egy játszik a Paris Saint-Germainbe. Tehát például az irányító, amikor között, hogy Mikkel Hansennek adja a labdákat a bajnokikon vagy a BL meccseken, az azt jelenti, hogy az egy végtelenül ügyes játékos, és aztán van még egy légiósuk valahol, de az biztos, hogy egy nagyon összerakott csapat volt, és végtelen harcosak volt. Mi rajtunk meg azt éreztem, hogy úgy gondoltam, hogy ezt úgyis megoldjuk, és ahogy ment az idő, úgy bizonytalanodtak el egyre inkább. A tegnapi meccs a tévé előtt az tényleg körömrágós volt. Ott, amikor egyenlítettek fél perccel a vége előtt, akkor úgy gondoltam, hogy na ez döntetlen, és akkor el is hantoltak bennünket. Itt ebbe ez a nehéz ügy, hogy végtelenül felfokozott a várakozás, és ez tényleg, mint ahogy a, nyilván ezt kell kommunikálni egy világverseny előtt, hogy nagyon sokba kerül az aréna, ez nagyon fontos, a összetartozás, kohézió, magyarok vagyunk, amit tegnap Máté Dominik mondott is, de az biztos, hogy ez nyomasztólag hathat, de ők ettől profik, hogy ezt megoldják, de az biztos, hogy nagyon nehéz lesz, mert az izlandi az nem rosszabb csapat nálunk. Itt a kérdés majd az, hogy az a 20 ezer ember tud-e annyit segíteni, illetőleg az Izland, tulajdonképpen nekik ez már nem annyira fontos, de mégis az lehet, hiszen alakulhat bárhogy ez a dolog. Korábban, amikor 4-ből 3 jutott tovább, ez ilyen viszonylag egyszerű lett volna, nyertünk, Portugália nem nyert, még kiestek. Itt most 4-ből 2 megy tovább. Itt ez megnehezíti, és tényleg ember nem mondja meg, hogy ki lesz az a két tovább jutó momentán. Bizony, és ráadásul ugye ne feledjük, hogy Bánhidi Bencét nem tudjuk, hogy játszhat vagy sem, bár a Topics remekül pótolta tegnap, de azért de mégse, az a szint. Másrészt meg én abban is problémát látok, hogy azért világszintű játékosunk 2-3 van. És vegyük tudomásul azzal, hogy a Veszprémben és a Szegedben a mi magyarjaink elég keveset játszanak, és nem véletlenül ment el Máté Dominik, meg a többiek is külföldre, ahol azért bejött nekik ez a váltás. Úgyhogy nehéz úgy felkészülni, hogy a szélsőink Balatonfüred, ami azt mondom, hogy nemzetközi kupa szereplők ezek a csapatok, de nem világsztárok. Márpedig az ellenfélnél világsztárok játszanak mindenütt, és a klubjaikban is azért légiósok. Az izlandi az összes légiós, de mindenki a Bundesligában, ahogy a Laci elmondta, edződik, és azért az más szint. Egy éles váltás. Szerintetek mit gondolt Novák Djokovic, amikor úgy gondolta, hogy az előírt szabályokat majd megkerülik az ausztrál hatóságok, és megengedik neki, hogy védőoltás nélkül belépjen az országba, és ott teniszezzen egy jót az ausztrálnyi teniszbajnokságon. Ugye a szerbet már kiutasították a Szigetországból, egyetemen nem lesz ott az Australian Open-en. Ezt hogy? Azt gondolta, hogy ő a Novák Djokovic, és megteheti. Hogy kap külön szabályokat. Ugye ez a sztori nagyon sok sebből vérzik, ugye? Abból elvileg ugye nincs beoltva, de decemberben volt koronavírusos. Csak hogy amit ő mondott dátum először, ugye ott rögtön fölmerült, hogy a másnap elment egy rendezvényre maszk nélkül. Tehát, hogy ez itt emberileg is problémás más részről meg, hogy most akkor mikor hazudott, vagy melyik igazolás lehet a hamis akárt. És ha egy ilyen világsztár ilyen történetbe keveredik, és tök mindegy, hogy most melyik része igaz, és melyik nem, az már szerintem nagyon negatív. És talán ezért nem fog ő sose Federer és Nadal szintjén, lehet, hogy ő több Grand Slam-et fog nyerni, de hogy ő ezért nem lesz sose Federer és Nadal szintjén, mert hogy ilyen történetekben benne van, amiben a másik kettő nincs. Nem akarom bántani, de ez a szláv mentalitás. Egyik oldalról, hogy másrészt meg, tehát azt plantálják belé napról napra, hogy neki mindent lehet. És ez így is van. Egészen eddig ez így is történt, mert azért én voltam, minden évben tavaly volt az első, illetve tavaly előtt, hogy nem voltunk Rómában a teniszversenyen. Korán sem véletlen ám, hogy mindenki Federer és Nadal fan. Az egyértelmű, egyrészt Djoko megközelíthetetlen, másrészt olyan a mentalitása, ami mondom abszolút a szlávokra, a kiemelkedő szlávokra jellemző, tehát senki és semmi, csak ő van, és ezt erősítik benne a stábja, valamennyi stábtag, az orvosaitól az edzőig, és még szerintem a jogászai is, hiszen ha valaki elmegy Ausztráliába, ahol tudják, hogy milyen szigorúak a járványügyi rendelkezések, és visz magával két jogászt,
kapásból, vagy később érkeztek oda, teljesen mindegy, és a jogász is azt a hülye, bocsánat, hogy ezt mondom, de azt a hülyeséget hajtogatja, amit a gyoko, amire a gyoko hazugságai épültek, és a jogász nem szól közbe, hogy bocs, ez így nem fog menni, itt egy olyan országról beszélünk, ahol rendkívül szigorú szabályok vonatkoznak mindenkire, a miniszterre, a miniszterelnökre is. Szerintem Erzsébet királynőt nem engedték volna be oltás nélkül. Úgyhogy ennyi, és én örülök neki, hogy ez a döntés született. Itt a hollywoodi sztár mentalitás elegyedik a háborúkban edződött balkáni arroganciával. Tehát hogy nekem mindent lehet, és hollywoodi sztároknál látjuk azt, hogy bármit megtehetnek, és Djokovic még erre jött egy ilyen valóban déli mentalitás, és úgy gondolt, hogy az üzlet miatt őt ott fogják engedni. Tehát itt lesz most délelőtt, még belenéztem a Nadal meccsének az összefoglalójával, most minden szem rászegeződik így, hogy a sérülés miatt a tavaszt kihagyja a svájci klasszisunk. Tehát Federer nélkül most mindenki Nadalra ügyel, aki szintén ugyanúgy 20 Grand Slammel rendelkezik. Djokovic óriási hibát csinált. Itt gondolkodtam ezen picit előre gondolva, hogy kitiltják 3 évre, mert ez automatikus ez a vonzata. Ott valószínű a jövő évi verseny előtt az ausztrál hatóságok feloldják ezt a korlátozást. Djokovic megérkezik, elnézést kér az egy évvel ezelőttiekért, és nagyon köszöni, és egy ilyen operetszerű happy end lesz a vége, és talán megnyeri. De itt valóban szabályokról beszélünk, és az üzlet miatt, tehát ő kapott egy beutazási engedélyt attól az embertől, aki ezt nem adhatta volna ki. És utána került nagyon nehéz helyzetbe az állam, mert tényleg ott 2 koronavírus esetnél lezárnak egy 1 milliós város. Tehát ott tényleg azok az emberek, valóban az a járványkezelés sokkal egyszerűbb azért, mint sok helyen, hiszen például Perthben ott nincs tömegközlekedés, mindenki autóval jár, családi házas övezet, rendkívül szélesen elterülő városok. Tehát egy Sydney mondjuk az világváros, metropolis, de amúgy ezek a nagyvárosok, Brisbane is, meg a többi, ott önképpen megteheted, hogy elizolálodsz a környezetettől, mert nem száz buszra, nem mész metróval, hanem személyautókkal közlekednek. Jött a home office, tehát az ausztrálok megállították a járványt. Ha engedik Djokovicnak, hogy a biznisz miatt ott maradjon és akár nyerjen, ez rossz üzenete lett volna azoknak, akik azt mondják, hogy én nem oltatok, mert ott az ausztrál rákényszeríti a lakóit, a bejövőt is, hogy, és ez nagyon egyszerű példa lett volna, és Nadal is azt mondta, ha már így alakult, akkor ő nem akar okos lenni, de úgy gondolja, hogy ha vannak szabályok, akkor ezt be kell tartani. Mint ahogy néztem most, a csehekhez úgy néz be, ha megvan a 3 oltásod, és nincs vita. És ugye, úgy, ezt a PCR kötelezettség is van most a cseh köztársaságban. Most tegnap olvastam el, 3 oltás az alatt, a szlovák 2 oltás plusz PCR, de aztán ez is változhat, de az biztos, hogy ha egy ország hoz egy ilyen szabályt, mindenkivel betartatja, akkor azt nem is értettem, hogy ezzel miért kellett 10 napot várni Djokovic esetében. Ő lehetett volna egy kicsit elegánsabb, hogy azt mondja, hogy megpróbáltam, gyerekek, nem jött össze, de ő elkezdett harcolni, de itt jött ez a balkáni mentalitás, mint hogy tegnap az Észak-Macedón-Montenegró meccsen az egyik játékos kiköpött a riváli szurkolók közé, és azt mondta Vujovic, a korábbi világsztár, nagyszerű edző, hogy hát ez a Balkán. És itt jött be, hogy Djokovic, tehát ugyanarról beszélünk, csak egy kicsit más dimenzióba és más sportág esetében. Az biztos, hogy példát statuáltak Djokovicsal, hát neki meg ez nyilván vérciki. Tehát egy szupersztárnak egy ilyet átélni, hogy kihajítják egy országból, ez brutális, brutális lehet, de hát mégis mit gondol? Kísérje magát Monte Carlóban, hiszen nem hazamegy nyilvánvaló. Bár hazamegy egy napra. Ebben az a nehéz tényleg, hogy a rendszeres buzott tüzek miatt ő azért nagyon komoly összeget felajánlott tavaly, és most a 1,5 milliós perköltséget ráverik. Itt volt én, aki azt mondta, hogy az akkori összegből vonják le. Ez egy érdekes, mondom, próbáltam egy kicsit előre tekinteni, hogy mi lesz egy év múlva, az már egy érdekes helyzet, de biztos, hogy megtalálják a megoldást, hogy Djokovic is egy év elteltével jobban jöjjön ki, meg az ausztrál érdekes se sérüljenek oly mértékben. Uraim, köszönöm szépen, hogy eljöttetek, köszönöm a beszélgetést, gyertek legközelebb is. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, önöknek pedig köszönjük szépen a megtisztelő figyelmüket, ez volt a Kezdőkör, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra. Game.